komoly munka folyik a Menner Bernát Zeneiskola falain belül. A fiatalok gőzerővel készülnek a 9. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus Gála koncertjére. A közel 500 tehetség napi több órán át gyakorol, hiszen a szólódarabok mellett több kamaraformációban is helyt kell állniuk. Ráadásul van olyan muzsikus köztük, aki nem is egy, hanem két hangszeren is játszik. Az első alkalommal jöttem ide, úgyhogy most ismerkedek meg tulajdonképpen egy olyan társasággal, ami ugye nemzetközi, és ugye lehetőség van arra, hogy kapcsolatokat teremtsünk meg. Ugye az, hogy sokat kamarázunk, ez ilyen szorosabbá teheti ezeket a kapcsolatokat. 4-5 éves korom óta zongorázok, meg hegedülök is. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanulom, mint két hangszer. A hegedűből most végeztem el a bachelor 3. évét. Zongorából meg másodéves voltam. Játszok egy Rachmaninov trióban, egy Brahms quintetben, egy Piazzolla kamaradarabban, csellista társammal, Szentanai Ádámmal, a Händel passzakájával, meg lehet, hogy egy Brahms szonátával is, és a testvéremmel, Vörösvári Ibolyával pedig egy Brahms szonátával. Szentanai Ádám már 5 éve lelkes résztvevője a kurzusnak. A fiatal muzsikus szóló darabjai mellett 6 kamaradarabban is játszik, így neki sincs túl sok ideje a pihenésre. Elég sok kamar jutott minden csellistának, öten vagy 4-en vagyunk csellisták az idén. Nyilván nem tudunk minden nap mindent átnézni, hogyha van egy olyan 5 kamara. Próbálom a szólókat is gyakorolni. Sajnos a sok kamara az a szóló javára fog menni, tehát az idén nem fogok tudni annyit szólózni a kamarák miatt, mivel csellista vagyok. A mesterkurzus záró gáláját jövő héten kedden este 7 órakor tartják a Kapucinus templomban.